ez a mozaik, itt megtudod, hogy mi zajlik. Ez a mozaik, híradó előtti napra kész áradat. Ez a mozaik, politika, film, kultúra, divat. Köszöntöm nézőinket, a mozaikot látják. Mai műsorunkban is fontos témákat boncolgatunk. Mutatjuk, mivel várjuk Önöket, utána kezdünk is. Tartsanak velünk! Mai műsorunkból. Az országos rákellenes tervről beszélgetünk dr. Dégi Csabával. Egy taplászmester hétköznapjai, Korondra látogatunk el. A felelős állattartás gyerekkorban kezdődik? Állatorvos válaszol. A Szászrégeni Kemény János Társaság amatőr színészeihez látogatunk el. A nemzeti rákellenes tervet egy évvel ezelőtt fogadta el a képviselőház. A 2023 és 2030 közötti időszakra vonatkozó dokumentum a rákos megbetegedések megelőzésére, illetve leküzdésére irányuló intézkedések alapjául szolgál. Annak ellenére, hogy havonta 4600 daganatos beteg hal meg Romániában, az egészségügyi tárca vezetője elhalasztotta az országos terv idei alkalmazásának határidejét. A részletekről dr. Dégi László Csabával, a Nemzetközi Pszicho-Onkológiai Társaság ügyvezető elnökével beszélgetek, aki online csatlakozott hozzánk. Szeretettel köszöntelek! Nagyon szépen köszönöm a meghívást, szeretettel köszöntöm a kedves nézőket! Hogyan áll Románia a rákos megbetegedések megelőzésével, diagnosztizálásával, kezelésével, valamint beszélhetünk a túlélési esélyek javításáról is, akár európai viszonylatban? Hát ez a daganatos történet nagyon bonyolult, mert ugye pár száz típusú daganat van, és nagyon fontos, hogy éppen melyikről beszélünk. De hogyha egy általános képpel kezdjük, akkor elmondható, hogy ami a túlélést illeti, sajnos Románia az európai átlag mögött kullog, sőt azt kell mondanom, hogy bizonyos daganatos betegségek esetében, például a méhnyakrák esetében, ami nekem a tüdőrák után azért a szívügyem, mert zömében nőket, ugye fiatal korú nőket, anyákat, barátnőket, feleségeket, ugye, közösségünk nagyon jelentős tagjait és sokaságát érinti, de például a méhnyakrák Romániában halálozás tekintetében négyszer mondom, nagyobb, mint az európai átlag. Tehát Romániában egy méhnyakrákból tulajdonképpen szinte semmilyen eséllyel nem lehet, vagy nagyon rossz eséllyel lehet kijönni. Hozzátéve azt is, hogy maga az előfordulási gyakorisága a méhnyakráknak az 54%-kal magasabb az európai átlagnál, és benne van a történetben az is, hogy sajnos a kevésbé sűrűn lakott területeken, ha úgy tetszik, a vidéki falusi területeken a méhnyakráknak a terhe sokkal-sokkal nagyobb. Tehát ami a túlélést illeti, sajnos kullogunk nagyon sok szempontból, európai átlag mögött vagyunk, úgyhogy közben Európa nagyon sok országában sikerült azt bemutatni, prezentálni, hogy igenis a daganatos betegségek, mint prioritásként való kezelése, az ahhoz vezet, hogy több daganatos túlélő lesz. Magyarán lehetséges. És ezt meg kell tanulnunk, és ezt a betegséget, mint második legnagyobb közegészségügyi gyilkost a helyén kell kezeljük. Ugye a szívérendszeri betegségek után ez jelenti a legnagyobb elhalálozási és megbetegedési okot a Romániában és sok más fejlett országban egyaránt. És ugye a konkrét számokat kérdezted, fontos elmondani, hogy egészen precízek sajnos nincsenek, mert hogy a kolozsvári felnőtt rákregiszteren kívül tulajdonképpen nincsen egy országos nyilvántartás, ami erősen hátráltatja a helyzet megértését és a helyzet komolyan vételét. De ezekből az adatokból plusz az országos onkológiai program sarokadataiból tudjuk, hogy a számok fölfele tartanak, több mint 100 000 dosszár van, pontosabban az elmúlt évben 140 000 daganatos dosszár volt, vagy dosszié, ami azt is jelzi, itt ugye lehetnek átfedések, szóval ezt nem kell készpénzként kezelni, de évente körülbelül igen, több mint 100 000-re tehető a daganatos megbetegedésnek a száma, és az elhalálozás a jelenlegi adatok és különböző
A statisztikai extrapolációk által azt mutatja, hogy olyan 64 ezer, 65 ezerre tehető a évente daganatban meghalók száma Romániában, és itt ki lehet a kettőből vonni ugye a 140 ezerből, vagy a 100 ezerből a 64-65 ezeret, és bár pontatlanok ezek a számok, a daganatos tehernek az arányát nagyon-nagyon szépen jelzik, és nagyon szeretném a kedves nézőket arra kérni, hogy azt gondolják végig, ami az ő életükben van, amikor ezeket a számokat hallják, hisz sajnos egyre kevésbé van olyan személy, aki barátok, családtag, közösség vagy saját történet által nem érintett daganatos betegségben. Tehát magyarán, amikor a számokat lehet hallani, akkor nagyon fontos lenne megérteni, hogy ez nem csak csupán számokról szól, hanem mindarról, amit elveszítünk, és mindarról, amit nyerhetnénk, hogyha természetesen azon a sikeren túl, ami többé-kevésbé édeskeserű volt, hogy sikerült összehozni egy országos rákellenes tervet, azon a sikeren túl megértenénk, hogy a papírok önmaguktól nem tesznek csodákat. Tehát a terv az kötelező, hasznos, mégis egy európai ország vagyunk, de az a helyzet, hogyha emellé nincs rendelve egy bizonyos költségvetés, akkor ezek a csodák nem történnek meg. A daganatos betegség kezelése az egy nagyon-nagyon költségigényes kezelés, viszont egyre hatékonyabbak a kezeléseink, és ebben a helyzetben, amiben vagyunk mi Romániában, sohasem el szabad elfelejteni azt, hogy a prevenciónak van értelme. És nagyon kevés olyan dolgot lehet megelőzni, mint például a méhnyakrákot, de azt például a HPV oltással meg lehet előzni, ugyanis azt szeretjük hinni a daganatos betegségről, hogy ez valahogy olyasmi, amivel mi el tudunk kezdeni valamit, de az igazság az, hogy a dohányzáson kívül és az oltáson kívül mondjuk a HPV oltás vagy a hepatitis B oltás, ami bizonyos típusú májrákokat meg tud előzni, igazántiból kevés kontrollunk van a daganatos betegség fölött, nagyjából olyan 4 daganat előzhető meg tudatos életmóddal a 10-ből, vagyis 6 csak akkor vehető észre, hogyha elég korán eljutunk az orvoshoz, és nagyjából az egészségtudatos magatartásunktól kvázi független. Nyilván ez mindig segít, hogyha a szervezetünket tiszteljük és egészségesen karbantartjuk, de a daganat az ennél egy picit kegyetlenebb tud lenni, tehát az megelőzés és a korai szűrés, a korai diagnosztizálás, a szűrés és a korai diagnosztizálás, az igazándiból mindenkinek egy bizonyos kor után kötelező, hisz az a helyzet, hogy minél többet élünk, annál valószínűbb, hogy a daganattal találkozni fogunk. És akkor visszatérnék itt a rákellenes tervre, hogy ez azért miben segítene, hogyha sikerülne ugye gyakorlatba ültetni. Tehát itt mondtál rengeteg szomorú adatot is, illetve azt is, hogy hogyan lehetne akár erre nagyobb figyelmet fordítani, akár a kezelésben, akár a megelőzésben. Itt pontosan a rákellenes terv milyen kézzelfogható segítséget nyújtana? Igen, nagyon szépen köszönöm a kérdést. Semmiképpen nem szeretnénk senkinek a reményét elvenni, sem pedig a jövőbe vezet bizalmát, hisz az idén tényleg szörnyű volt, ami az onkológiai helyzettel történt. Azt reméltük, hogy ha lesz rákellenes programunk, akkor a helyzet az úgy picit egyből kicsit jobb lesz. Ehhez képest sokkal kuszább lett, és sokkal kiábrándítóbb volt ez az év ilyen szempontból. Sajnos a nyáron előfordultak onkológiai kezelésekben hiányosságok, tehát nem voltak gyógyszerek, és így tovább. Miben segíthetne? Elsősorban a szűrések tekintetében segítene. Nagyon fontosak a szűrések. Hadd térjek csak egy pillanat erejéig a méhnyakrákra. Körülbelül 10 év alatt, 2001 és 2019 között olyan 35 ezer méhnyakrák lett volna megelőzhető 10 év alatt, hogyha egy országosan kiterjedt, mindenki számára elérhető, az az úgynevezett népesség alapú szűrőprogram lett volna, a méhnyakrák szűrőprogram. Ez sajnos abban az időszakban nem létezett. Hébe-hóba voltak projektszerűen ilyesmik, tehát egyrészt a szűrősi programok, a úgynevezett népesség alapú, tehát mindenki számára elérhető szűrősi programok tekintetében nagy előrelépést lenne, ugyanis valószínűleg ez a rendszerben kötelezővé válna, itt elsősorban az emlőrákra gondolok, a vastagbélrákra is, hisz ezek, az emlőrák az ugye ez egy tipikusan nemhez köthető daganatos típus, de férfiak is lehetnek emlőrákosak, viszont a vastagbélrák az sajnos egy ilyen nemtől független, nagyon gyakori és igencsak veszélyes daganatos típus, és nem említeném, ugye nem felejtem elemlíteni még a tüdőrákot sem.
Tehát egyrészt a prevencióban és a szűrésben nagyon nagy előrelépést jelentene, másrészt segítene a betegeknek az úgynevezett daganatos betegút kialakulásában, ami konkrétan azt jelenteni azoknak a kedves nézőknek, akik ezzel szembesültek, hogy nem kell több száz kilométert utazni, uton lenni, kínlódni azzal, hogy a lehető legjobb kezeléshez eljussál, ez abban az esetben, ha megengedheted magadnak, hanem lenne tulajdonképpen egy úgynevezett beteg életút, egy hálózat, és lennének azok az apró lépések kiépítve, amelyek jelenleg nem léteznek, tehát hogyha valamennyiben szerencsés vagy, és mondjuk eljutsz Udvarhelyre, vagy Szent Györgyre, egy jobb onkológushoz, akinek vannak mondjuk kapcsolatai Marosvásárhelyre, Kolozsvárra, vagy esetleg Bukarestbe, akkor nagyon valószínű, hogy ezt az útvonalat be tudod járni, saját zsebre természetesen jelenek, de ez együtt jár óriási, emberfeletti, hát tulajdonképpen erőfeszítéssel. Többször elmeséltem azt a nyári jelenetet, amikor egy magánklinika mellett itt Kolozsváron a beteg nem tudott egyszerűen rendesen megebédelni, mert volt egy hosszú listája, amit kiki pipálgatott, és közben hívogatta az orvosokat, a laboratóriumot, mert élni akar, mert mindenki élni akar. És ő saját maga ezt végig kellett csinálni. Tehát ezt a bizonyos betegútvonalat, ezt úgy szintén nagyon sokban tudná segíteni. És hogy mennyire fontosak ezek a szűrések, mondok csak egy adatot, itt Kolozsváron a Nikola doktor úr, a Kolozsvári Onkológiai Intézetben több hullámban is vezet, vagy végez, így vezet egy központot, amiben HPV és méhnyakrák szűrés történik tulajdonképpen, és ők 2020-2023 között, tehát nagyon rövid időszak alatt, összesen végeztek 150 ezer szűrést, amiből kb. 10%-a olyan sem, amit meg kell vizsgálni, és ha megvizsgálták, akkor itt életeket lehet menteni, mert olyan szakaszban sikerült beazonosítani a szűrés által azt a 13-14 ezer potenciálisan veszélyes elváltozást, hogy azokban még életeket lehet menteni. Igen, tehát például 3 év alatt itt a Kolozsvári Központban sikerült 150 ezer nőt szűrni, tehát... és ennek a 10%-nál életet menteni. Nagyon fontos lenne akkor erre hangsúlyt fektessünk, és bízunk abban, hogy bár most elhalasztották, minél hamarabb napirendre tűzik ennek a rákellenes tervnek a gyakorlatba ültetését, mert tulajdonképpen ugye ez könnyítené meg ezeket a jobb elérhetőségeket, meg anyagilag is az embereknél, de addig is mindenki legalább a műsor kapcsán figyeljen a megelőzésre, és menjen el szűrésre. Köszönöm szépen, Csaba, hogy itt voltál és bejelentkeztél. Nagyon szívesen. A következő percekben Korondra látogatunk, ahol egy eltűnőben lévő mesterségről, a taplászmesterségről tudhatunk meg többet. Örököltem a nagy szüleimtől mesterséget, és most már az unokáimmal megyek, mert ők már szeretnek jönni velem az erdőbe, és nekik is meg fogom tanítani a taplászatot. A taplászmesterség egy ősi szakma, amely napjainkban már-már kuriózumnak számít. A jellegzetesen korondi foglalkozást mára-már egyre kevesebben űzik. A Korondi Máté Károly egyike azoknak, akik beleszülettek ebbe a rejtelmes szakmába. Visszamegyünk ezelőtt 10 000 évvel, az ember találkozott a taplóval, de izzó állapotban, amikor a villám belecsapott a fába, fa elégett, de ő izzott. És akkor jött az első a taplóval találkozás az embernek a tűztárolás. Beletette egy kis gödörbe, vájt egy szarvasagacsal egy kis gödröt, és beletette az izzó taplót, és betakarta a patkán túrással, vagy ilyen finom puha főddel, és akkor hónapokon keresztül vájta ki a főd alól a parazsot, és akkor, hogyha ő nem volt otthon, akkor a család, a gyermekek, a mamák, édesanyák, szülők tudtak tüzet gyújtani férfi nélkül is. Ezért kellett a tűztárolás. Ez az, hamburban megfőtt gomba, rátette a kovakövet, és akkor az acéllal így csiholta, addig csiholta, így, amíg a szikra ráesett a hóba főtt taplógombára, és lett a tűz. Ő beletette a tarsolyba, hozzatett taplót, acél kovakövet, és ezt eladta. Ez az én szüleim, nagyszüleim, dédszüleim, ükszüleim. Ez a 170 fajta gombából élő egy, amelyik lehet feldolgozni, úgy hívják, hogy bükfabáson magyarul, és latinul foment fomentarius. Ezek azok a gombák, amikből mondtam, hogy 10-ből 1 már jó. Ez a gomba nőtt a tavasszal,
nyáron nem nőtt, és most kezdi el az őszinővést. Szóval gyakorlatilag az őszinővés olyan 3-4 mm-es. Ezt ha megvárjuk, hogy egy 2-3 mm-ban legyen egy 3-4 cm, akkor abból már lehet termékeket készíteni. Ez a taplógomba a 3-400 éves bükkfákon terem, mielőtt a főt kérdei vissza a fát, azelőtt begombásodik. A gombásodás úgy történik, hogy ilyen micéliumot a gyökerek egyik gyökér a másik által befertőzi, ilyen a föld alatti áttevés egyik fáról másikra, de azon kívül, hogyha a gomba beérik, és ilyen pórusokat, késő ősszel pórusok lesznek, a szél el tudja vinni, és egyik fáról a másik fára át tudja vinni, és ez inkább tavasszal történik, mert télen megfagynak a fák, vagy legalábbis megfagytak. Nagy hideg volt 30-40 fok, és akkor megrepettek a fakérgek, és akkor ez a betegséget, ezt a szél vitte tavasszal egyik fáról a másikra, de mivel hogy nincsen ilyen nagy tér, ezért mi legalábbis úgy gondoljuk, hogy most már a fertőzés a gyökerek által is tud történni, hogy ilyen. És mikor belemegy ez a micélium a fába, akkor ő ott a repedésekben kinyomja magát, és akkor ott abból lesz a taplógomba. Benedvesítem, be van nedvesítve, és akkor utána elválasztom. Ez most nőtt, és akkor ez az őszi növés, ami nőtt, ezt így elválasztom. Tessék megnézni, milyen így. Megnedvesítem, mert csak nedvesen nyúlik a gomba, szárazon szakad. És akkor így levágtam az őszi növést róla. Minden egyes növést külön kell levágni. Nagyon ritka, amikor olyan jól összenyúlik. Mikor nagyon jó összenyúlik, abból tudjuk a kalapokat, a sapkákat készíteni, mert azok a nagyon jók. Ez már látszik, hogy le van. És ez a természet tulajdonsággal rendelkezik, a taplógomba, hogy így nyúlik minden rétes, tetszik lenni. Azt tessék megnézni, hogy ebből mit csináltunk. Tessék megfogni. Ezt is lehet videózni, így húzzuk, így húzzuk. Nem fog elszakadni, mert nem szakítsuk el így, és akkor így. Tessék megfogni. Ez a belseje. Nem számít ebben, hogy mi van, mert ez belül kerül a kartonra, vagy ragasszuk össze. Nagyon így nyúlik ez a taplógombának a tulajdonsága, hogy a melyik jófajta gomba, az nyúlik minden rétes. Nem mindegy gombában kukac van. Egy sincs olyan gomba, amelyikben nincs kukac. Egy évben 10-20 kalapodnál többet nem tudunk készíteni, mert nincsen olyan gomba, ami megadja. Sapkákat is úgy ragasztjuk össze a darabokból, úgyhogy azért mondtam, a szakma kihalóba van, mert kevés az alapanyagunk, és nagyon ritkán jutunk jó gombákhoz. A háziállatokkal kapcsolatosan nagyon sok tévhit kering. Sokan allergiák, betegségek forrásaként tekintenek rájuk, mások pedig csak játékszernek tekintik a családban, amit bármikor mellőzni lehet, ha már unalmassá vált. Hogy ezt elkerüljük, fontos lenne már korán megkezdeni a gyerekek érzékenyítését a témában, hisz ekkor már megérthetik, hogy az állat nem egy játék, hanem egy érző lény, aki iránt felelősséget kell vállalnia a gazdájának. Pálosi Csaba állatorvos a vendégünk a témában, szeretettel köszöntelek. Szép jó estét kívánok, üdvözlöm a kedves nézőket is. Ugye mondtam, hogy nagyon fontos lenne, miért is fontos már gyerekkorban elkezdeni a gyerekek érzékenyítését az állatok szeretetére? Hát ugye ősidők óta kapcsolat áll az állat és az ember között, lévén szó bárhogy a tűz mellett először, vagy a vadászat után is hazament a vadász, és a gyerek a családban látta már, hogy ott a vad az asztalon, tehát sokféleképpen ez a kapcsolat már régi. Most a világ ugye megváltozott teljesen, a kapcsolattartás az van, aki belenő családban, beszélünk vidéki családokról, sokkal könnyebben működik ez a dolog. Igen. Meg viszont az agglomerációkban ott bejön ez, hogy nagyon későre kapcsolódhat a gyerek, konkrétan egy állathoz, lehet szó kutya, macska, vagy bármilyen állatról van szó. És ez a kapcsolat, ez általában a szülőn keresztül alakul ki először,
és ez lehet bármilyen korban, tehát van, aki úgy születik, hogy már bent van a házban akár a kedvenc, vagy az állat, lehet szó arról, papagájról, vagy teknősbékáról, vagy esetleg kutyáról, macskáról, vagy később, amikor eljön az idő, hogy a házban, vagy az udvarra a társállatot keressenek. Hogyha a szülő feladata is, vagy az ő felelőssége is tulajdonképpen, hogy majd ha állatszerető lesz a gyerek, akkor mi az, amire mindenképp fel kellene hívni a figyelmét, vagy meg kellene tanítani az állatokkal kapcsolatban egy gyereknek? Hát elsősorban a szülőt kell megtanítani nagyon sok esetben, mert nagyon sok szülő felkészületlen ebből a szempontból, és hát mindenképpen mielőtt egy ilyen döntésre szánják el magukat, hát ne legyen érzelmi döntés az, hogy egy állatot visznek be a házban, vagy kapcsolatban kerül szorosan a gyerekkel. Működhet először egy állatkert látogatás, egy szomszédkutya simogatása, akár vannak ezek a napok, amiket szerveznek az állatmenhelyek, és akkor ott kapcsolatba léphet az állatukkal a kisgyerek. Azon kívül az anyukas, az apuka részéről meg nagyon fontos, hogy ők mit visznek át, mit örököl a gyerek, a félelmeket. Uh-huh. Hogyha az anyuka vagy az apuka fél az állattól, akkor hát utánzó képes a gyerek, hát úgy tanul ő is, hogy ez a folyamat, ez utánzásról szól, és hogy anyuka vagy apuka fél az állattól, bármilyen állatról legyen szó, és nem a pókról vagy a kígyóról beszélek, mert az úgy ösztönösen mindenkiben a félelem írtozik tőle, igen. És akkor ez a folyamat, ez úgy adódik át, hogy ahogy a szülő viselkedik, akkor a gyerek is ezt fogja megtanulni. És ezt minél korábban el kell kezdeni, ahogy a szülő elviszi az állatkertbe, vagy otthon, hát vannak ezek a tevékenységek, hogy utánozzuk ezt az állatot, vagy hangilag, vagy akár mozgásilag, és akkor így kerül kapcsolatban. Azonképpen a plüssállatokkal is ugyanez, hogy gondozza a kisgyerek a plüssállatot, teszti jobbra, itatja, eteti, tehát ezt a folyamatot szép lassan egy igazi élő állatra, amin majd a felelősséget fogja megtanulni, és a gondoskodás. Egyébként én emlékszem, hogy gyerekkoromban így a rajzfilmeken keresztül is, tehát hogyha megfelelő, vagy olyanok azok a rajzfilmek, sokszor az is állatszeretetre tud valakit buzdítani, mert úgy vannak megjelenítve. Persze. Akár ilyeneket nézni. Mi az, ami felelőtlenségnek tekinthető, akár a szülő részéről felelőtlenség mondjuk, amit át tud adni, vagy ahogy viselkedik az állattal akár, hogyha bekerül a családba mondjuk egy kis állat, egy házi állat? Mondtam, a felelős viselkedés az, hogy ne érzelmi döntés legyen, az, hogy bevittünk egy állatot. Ne legyen az állatka egy hiánypótló, egy olyan problémának a kezelése, ami esetleg pontosan az ellenkezője tud majd lenni. Uh-huh. Példát is tudok erre mondani, hogy a kisgyereknek az agresszivitási problémáját, hogy elfoglalják, egy kutyát vittek be a házba, viszont a gyermek egy golyóstollat ütött a kutya oldalába. Tehát egy más szakemberhez kellett volna először forduljon az anyuka, és úgy kerüljön be az állat a családban. Tehát ne egy hiánypótlás legyen vagy ha az a típusú hiánypótlás, akkor jó gondolják meg, hogy mi. És a felelőtlenség, hát az nagyon sokféle lehet, hogy nem etetjük az állatot, nem itatjuk, nem visszük sétálni, meg vannak a szükségletei, és akkor ha ezeket nem tartjuk be, akkor ez minden felelőtlenség. Ha bent felejtjük, vagy bent hagyjuk egy autóban, ugyanúgy, mint a gyerekrel is felelőtlenség az állattal szemben. Igen, és bár sokszor a gyerekek ugye szeretnének egy kis állatot, egy házi állatot, de itt is azért gondolom meg kell gondolni, hogy vajon, mert hogyha csak a gyereknek hozódik, vagy vevődik ugye az a házi állat, akkor nem fogja feltétlenül ő sétáltatni, tehát itt a szülő is felelősséget kell vállaljon. Természetesen abban. A szülőnek a feladata az, hogy a behozott kedvencnek majd a 80% idejét szentelje, úgymond a kedvenc idejét, amikor meg kell etetni, meg kell sétáltatni, és a gyerek az, hát mint tulajdonos lesz a képben először, megsimogatja, és fokozatosan rá lehet majd bízni különböző feladatokat. A tévhiteket is vegyük sorra, hogy sokan óckodnak ugye a házi állatoktól, mert hogy nem engedik közel akár hozzá a gyerekeiket, mert hogy betegséget terjesztenek, allergiás lehet rá. Ebből mi az igazság? Hát most pontosan van egy olyan kimutatás, hogyha minél korábban kerül be egy állat egy steril környezetbe, úgymond, akkor az allergia szám is csökken, tehát hogyha a gyerek korán kerül kapcsolatban különböző állatokkal, akkor az immunrendszerét erősíteni fogja.
a betegségeket, illetve hát minden állatot megszűrnek manapság, mindenhol vigyáznak a betegségekre, elviszik állatorvoshoz, megbeszélik ezeket a dolgokat, és nem kellene ezek az előítéletek megakadályozzák a döntést, a jó döntést, mert egy kedvenc a házon megváltoztatja az ember és a család életét, rengeteg boldog pillanatot tud okozni, hogy akkor legyen okozat. És akár a gyerek fejlődésében is segítséget tud nyújtani a felelősségre nevelés, mert hogy tudja, hogy meg kell itatni, régebb voltak a tamagocsik, de mennyivel jobb, hogyha megtudjuk azt, hogy valójában felelősséggel tartozunk egy igen. élőlényre. Ha eszembe jött a számítógépes játék, hogy a tehenet meg kellett óra pontossággal letetni, igen. és akkor ez is nagyon hosszú ideig úgymond divat volt, hát teljesen más, amikor egy állatkát meg kell etetni, és amikor ki kell az esőbe menni megsétáltatni, igen. vagy esetleg valamilyen gondja van, és akkor ezekben a gondokban megoldani, elvinni állatorvoshoz, és akkor a gyerek ezeket, ha látja folyamatosan, akkor ez a felelősség tudat, ez nagykorára is, hát akkor majd rávetül a felnőttekre is, meg a közösségre is. Igen, és itt mindig ki kell emelni, hogy azért a szülő is ott kell legyen a háttérben, mert a gyerek egyedül lehet, hogy aztán ráun egy picit, de hát kell ösztönözni őt továbbra is. Hány éves kortól kezdődően javasolsz állattartást mondjuk a családban egy kisgyerek esetében? Hát most az, aki nem születik bele, és amikor esetleg pont nem olyan helyen lakik, hogy már eleve kapcsolatban lépett az állatokkal, azoknak én azt mondom, hogy amikor parancsszóra a gyerek kezet tud mosni, akkor visszük azt a típus állatot, amit napon, tehát állandóan matad. Uh-huh. Simogat, vagy etet, vagy az edényét fogja, vagy sétáltatja, és amikor már azt mondja, hogy légy szíves, azt mondja a szülőnek, hogy légy szíves, menj, mosd meg a kezedet, akkor ebben a pillanatban már, és ezt megcsinálja, akkor valószínű, hogy akkor egy állat is szívesen oda be lesz fogadva. És milyen állat legyen az, milyen szempontokat kell ilyenkor figyelembe venni? Ez a legnehezebb kérdés uh-huh. a szülőknek is, és nekem is választom olyan szempontból, hogy meg kell figyelni, udvaron lakunk-e, tömbházban lakunk, ilyen nagy az udvar, kicsi az udvar, hosszú szőrű állatot inkább kint, rövid szőrűt, ugye, mert a fázos lenne, ha kint tartjuk, megfázik, nagy testűt, a nagy testű esetleg csak farokcsoválása is tudja bántani az egészen pici gyereket, játékból le tudja verni a lábáról, mert ugye a teste 30-40 kilós kutya. Nem méri fel. Igen. Viszont nagyon jó érzelmi levezetők az állatok. Ebből a szemben a kisgyereknek nagyon fontos, hogy ugye, hogyha elsikoltja magát egy emberi közösségben a kisgyerek, akkor mindenki felkap a fejét, megijed, hogyha egy ló mellett sikoltja el magát, vagy pedig egy kutya mellett, lehet az rá se edés, sőt, megszagolja, és akkor a gyerek is az érzelmeit azután tudja már kezelni lassan, hogy hát itt nem is volt nagy, nem állt mindenki a sarkára, hogy én akkorát sikoltottam. És az érzelmi intelligencia fejlődésében ez nagyon fontos dolog a gyereknek. Hát köszönöm szépen, hogy beszélgettünk a témáról. Szerintem fontos lenne mindenkinek ezeket figyelembe venni, és így van, ne húsvétra ajándékozzunk állatot, vagy ne ajándékozzunk, ez is egy érdekes, mert mindenki maga kell eldöntse, hogy ő képes ezt a felelősséget felvállalni, vagy sem. De köszönöm szépen, sok színét megmutattuk ennek a felelős állattartásnak. Én is köszönöm a lehetőséget. A szászrégeni amatőr színjátszás története az 1960-as évekig nyúlik vissza. Abban az időszakban a műkedvelő színjátszás egészen más volt, többnyire felnőttek vettek ebben részt. Az évek múlásával aztán főként gyerekek, tinédzserek vették át a ma már Kemény János Társaságnak nevezett színjátszócsoport stafétáját. A szászrégeni Kemény János Társaság amatőr színészei egy régi kor emlékét őrzik. Szászrégenben már az 1960-as években volt népszínház, a Kemény János nevet azonban csak később vették fel. A Kemény Jánosnak nagyon hosszú története van, már a 60-as években, 60-as évek előtt működött, mint népszínház. Tehát utána vettük át, mi ezelőtt egy olyan 15 évvel a Kemény János Társulat nevét, kértük a Kemény családnak a beleegyezését is, akik normális körülményeknek megfelelően benne is voltak ebbe, hogy felvegyük a nagy mecénásnak a nevét. Mi fogott meg ebben a tevékenységben téged?
A színjátszásban? Igen. Hát, hogy más lehetek, mint aki vagyok. És hogy igen, vicces, meg másokat is lehet nevettetni ezzel. Jelenleg két diák színjátszó csoport működik András irányítása alatt. A Csimbum, valamint a Kemény János Társaság. Mindkét színjátszó csoportnak 12 tagja van. Örök mozgó gyerekek, akikkel András elmondása szerint egyetlen próba sem unalmas. A színjátszás hát elsősorban magabiztosságot ad nekik. Tehát amikor felmész a színpadra, és be tudsz állítani már egy mikrofont, és szólsz, vagy szavalsz 200-300 embernek, tehát ezt is meg kell tanulni, úgy szép lassan. Mert bizony láttunk olyan felnőtteket is, akik először lépnek a színpadra, mondjuk lehet az tanár, bárki, és nem tudja, hogy minek is fogjon neki, hogy milyen hangosan beszéljen, a mikrofont hogy tartsa, hogy állítsa be egy picit. Ezek a gyerekek szeretik a színpadot. Most már nem izgulok, csak egészen addig, ameddig a színpadra lépek, és utána már tényleg nyugodtan, már csak hát még nem rutin, de még azért sok év kell, míg a színészeknek is rutinból megy, de hogy nekem ebben nagyon sokat segített, hogy közönség előtt tényleg nyugodtan tudjak, és ne legyen problémám ezzel. Amit észrevettem, az, hogy tisztában tudok beszélni közönség előtt, és azt az izgalmat, amit tartok magamban, ki tudom bontakoztatni, és eltűnik, ahogy a színpadra fellépek. Van benne Isten áldás, jókedv, bőség. Ám éven kezdte úgy, uram, hogy csakolja meg a máját. Jöjjön, táncol! Adja meg a fiatal, amatőr színészek állandó fellépői a március 15-i, valamint az október 6-i megemlékezéseknek. Ezekre az alkalmakra általában zenés verses összeállítással készülnek. Az év többi részében az András által kiválasztott gyerekeknek, kamaszoknak szánt színjátszó darabokat tanulják, és ezekkel járnak különböző találkozókra. Tudom, ez egy ilyen sokszor hallott szó, hogy versek, vagy fogalom, hogy versek világa, de a versek azok olyanok, mint az absztrakt művészet, ami nekem nagyon tetszik bennük, hogy én egynek látom a kimenetelét, de mégis mások teljesen másképp érthetik azt, amit én elmondok nekik. Általában a darabokhoz, amiket kapok vagy keresek, mindig vagy hozzá kell írni valamit, hogy legyen mindenkinek szerepe, vagy ki kell venni valamit. Ezt régebbi is így csináltuk, a nagyokkal is. Nem lehet kapni pont egy most 12-en vagytok, egy 12 szereplős valamit, legyen az egy bohózat, vagy akármilyen gyerek, diák színjátszó előadás. A színpad által nyújtott fejlődési lehetőségek mellett a Kemény János Társaság amatőr tagjai egy jó közösséget alkotnak. András munkáját a kamasz vérmérséklet sokszor megnehezíti, de mindenki tudja, hogy igazán szereti ezeket a fiatalokat, és a fiatalok is oda vannak András bácsiért. A kedvenc élményem, amikor ezelőtt egy 3 vagy 4 évvel Erdőszent Györgyre mentünk, és ott volt, az volt az első ilyen komolyabb, mondjam azt komolyabb fellépésem, ahol zsűri is volt, és úgymond díjaztak, illetve zsűrizték azt, amit mi csináltunk a színpadon. És maga a hangulat, hogy oda mentünk egy nagy busszal, jött akkor még a Fantázia csoport, Nagy Csimbum, Kemény János, akkor én még mini csimbumos voltam, akkor tényleg nagyon sokan voltunk, és annak volt egy jó hangulata. Mi úgy megyünk próbára, hogy igenis, tudjuk, hogy meg kell tanulni, de akkor is kimegy a fejünkből, elfelejtjük, és csak nem tanuljuk meg. És András bácsi akkor nagyon mérges lesz, és az a legviccesebb, a legélvezetesebb pillanat, amikor ülünk és hallgattunk, és nézzünk egymásra, hogy tudjuk, hogy fogunk kapni egy kicsi szidást András bácsitól. Most pedig nézzünk szét Erdély kulturális palettáján, hiszen ez nagyon színes az őszi időszakban is. A kimenő következik.
Üdvözlök mindenkit november 7-én kedden. Erkel Ferenc zeneszerzőnek, karmesternek, a Magyar Nemzeti Opera megalkotójának emlékére. Ma ünnepeljük a Magyar Opera napját. Emellett pedig ma van Tóth Árpád költő halálának évfordulója is. Ne kapcsoljanak el, hallgassák meg Erdély eseményeit itt a Kimenőben. A zene bűvöletében a fiatalokra való kiemelt figyelem jegyében zajlik idén a 29. Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásár. A Könyvek hangja mottóval szervezett vásár idén is több mint 100 programmal, az erdélyi és magyarországi kiadók legújabb köteteivel, hazai és külföldi meghívottakkal várja a látogatókat. November 16-a és 19-e között várnak minden érdeklődőt a már megszokott helyszínen, a Marosvásárhelyi Nemzeti Színházban. Idén ünnepli megalakulásának 20. évfordulóját a Servatius Alapítvány. Ebből az alkalomból egy olyan kiállítással készült a Csíki Székely Múzeum, ahol az alapítvány által az elmúlt 20 esztendőben Servatius Jenő díjjal kitüntetett kárpát-medencei alkotók állítanak ki. A díjat a kuratórium évente adja át olyan képzőművészeknek, akik a nemzeti kultúra gyökereit felmutató, magas színvonalú művészetet hoztak létre. A Servatius Jenő díjasok kiállítása október 3-a és november 30-a között látogatható a Csíki Székely Múzeumban. Böződújfalu az 1940-es évek elején még látszólag a nyugalom szigete. Ugyanis megférnek itt példás békességben a legkülönbözőbb vallások, felekezetek és világnézetek. Itt él többek között egy kis székely közösség is, akik a középkor óta követik a zsidó szokásokat. Ők a szombatosok. Háboríthatatlanul élnek együtt a falu többi lakójával, ám amikor Észak-Erdélyt Magyarországhoz csatolják, a budapesti politika hirtelen betör az életükbe. A származás és a vallási identitás ettől fogva élet-halál kérdésévé válik. Az igazsággyertyái november 15-én este 7 órától a Marosvásárhelyi Nemzeti Színházban. Ennyi volt a mai kimenő, köszönöm figyelmüket. Ne üljenek otthon, menjenek kulturálódni, szórakozni. Tóth Árpád gondolataival búcsúzom. Úgy éreztem, kezeit tartották ma a napot. Viszontlátásra! Ne kapcsoljanak el a Mozaik után sem, hiszen egy kis reklám után 7 órától híradóval várjuk Önöket. Szia Réka, ma milyen hírekre számíthatunk? Szia, jó estét kívánok! Január 1-től változik a szociális segélyek és a családi pótlékok rendszere. Új kérést kell leadniuk a rászorulóknak ahhoz, hogy továbbá is támogatásban részesüljenek. A jogosultság megállapításához kiszámolt jövedelem felső határai az eddigi 179 lejről 275 lejre nőnek családtagonként. Egyedülálló személyek számára 400 lejre növekedik a felső jövedelmi határ. Jönnek a részletek is, nem sokára számítok figyelmükre. Készpénzfizetés. Nem fognak emelkedni a banki jutalékok sem a természetes, sem a jogi személyek esetében, jelentette be Márcsél Csolákú. A kormányfő a pénzintézetek vezetőivel tárgyalt a kérdésről. Medvekvóta. Megszavazta az RMDSZ által kezdeményezett törvénytervezetet a Szenátus plénuma, amely megelőzési és beavatkozási kvótákat ír elő a barna medvékre. 426 egyedre szól a megelőzési és további 55-re a beavatkozási kvóta. Védőoltás. Jóváhagyta a román kormány az országos oltási stratégiát, amelynek alapelve, hogy a védőoltás jog és nem kötelezettség, jelentette ki Alexandru Rafila egészségügyi miniszter. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, mai műsorunk végéhez értünk. Holnap ugyanebben az időpontban várom Önöket, követhetnek a televízió képernyőjén, vagy pedig élőben a Facebook oldalunkon. Legyen szép estéjük, a viszontlátásra!